Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Nem csak ez az üzenet van, hanem képek is. A mai napon, a mai képen volt egy ajtó. Ott kopogtatott jobb kézzel egy férfi, és a bal kezében volt egy babérlevél, egy ágacska. Én úgy értelmezem ezt a képet, hogy vagy ez a férfi győz valami felett, vagy valaki kopogtat az ajtódon, meg akar látogatni téged. Itt győzelem lesz, hiszen szerencsét hoz. Hogy látod te ezt a képet? Leírhatod a kommentárban. Köszönöm szépen! Ha kérni szeretnél egy személyes képet, vagy egy üzenetet a Bibliából, ez e-mailen keresztül megrendelhető, és a díj 4000 forint. Most kinyitom a Bibliát, és meghallgatjuk azt, hogy mi lesz az üzenet. Itt kapok bizonyos szavakat, vagy mondatot, de egy időben vannak gondolatok is felülről, így alakul ki ez az égi üzenet. Van most lehetőséged arra, hogy változtass valamit a munkádon, a munkahelyen. Ez most a megfelelő időpont, hogy döntéseket hoz a munkádat, a hivatásodat illetően. Eddig voltak korlátozások, így érezted, nem megy tovább, de változik a helyzet, javulnak a dolgok. Te lépéseket fogsz tenni, lesznek változások, lesz mozgás. És van valaki a múltból, aki gondol rád, és visszatér hozzád. Te nagyon értékes vagy, de nem vagy ennek tudatában. Valaki énekelni fog neked, vagy hallasz egy dalt, és ez neked szól, neked személyesen. Legyenek magas céljaid. Ne add ezt fel, akkor is, ha néha úgy érzed, ez nem sikerül. Ha visszatekintesz a múltba, és vannak emlékek, ott még van egy olyan emlék vagy kapcsolat, ami vagy aki segít neked.
Van egy kapcsolatod, ez az illető távol van, de közeledni fog hozzád. Ami az országot és a királyt illeti, ez a király kinövekszik, vagy meg akar növekedni, vagy szeretné azt, ha lenne növekedés. A király támogatni fogja a falvakat, hiszen úgy gondolja, hogy a falusi emberek támogatják őt. Ami a fővárost illeti, ott valami vagy valaki dühíti őt. És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!